Üdvözlöm Önöket! Ebben a kis videóban be szeretném mutatni az én kis lugasomat. Ez egy ilyen kis tákolmány, de tessék megnézni innen messzebbről, csak ide építettem a ház elébe, csináljon nekem egy kis árnyékot. És még szőlő is van rajta. Tehát itt kezdtem én. Nagyon megfogott engem egy-két kis komment, amiben azt írták, hogy csak bemutatom. Minden álmom egy szőlőlugas. A másik kis komment be az volt, nekem is az, és jövőre meg fogom valósítani. Hát engem nagyon megfogott ez. Azt szeretném mondani, hogy meg lehet csinálni, még hogyha csak két-három veszőt is lenyomnak, és aztán ez lesz belőle. Nekem van itt egy kis rossz fajta szőlő is. Egy szuvenírt beleoltottam. Ugye? És még van itt egy másik fajta is, ez is egy olasz, majd utána nézek, mert ezeken még akkor, mikor ültettem, nem volt címke, én ezzel kezdtem. Tehát azt szeretném mondani mindenkinek, hogy meg lehet valósítani. Csinálnak egy pár oszlopot, húznak rá keresztbe, kasul, egy kis vasat, attól függ, kinek miből van, van akinek, aki fából csinálja, van, aki csinálja vasból. Tehát meg lehet csinálni. Aki tud, segítsen, adjatok veszőket, adjatok oltványt, amit tudtok, a kis idősebbeknek, hogy mire még jobban elöregednek, legyen mibe gyönörködjenek. Ugye? Jól van. Tehát ez az én kis ház előtti lugasom. Még csinál egy kis árnyékot is. Itt még van egy kis ananász, és lássuk, mi lesz belőle. Tehát mindent bemutattunk. Jól van. De nem az a lényeg. Tehát itt kezdtem, és ide jutottam. Tessék, nézzék meg a saját szemükkel. Megcsináltam a saját kis ültetvényem, eztet mindenki meg tudja csinálni. Itten van körülbelül 100 fajtám. Ugye? Munka mellett csinálom. Miért csinálom? Mert nagyon szeretem a csemege szőlőt. Még közé teszek egy kis paradicsomot. Látták, aki nézi a kis videót, az látta. De nem ez a lényeg. Most szeretnék közölni Önökkel egy dolgot. Úgy döntöttünk a Szili Mikivel, hogy létrehozunk egy csemege szőlő sulit, kette, ami tanárok nélkül lesz, ahol mindenki felteheti a kérdését, ahol mindenki megkérdezheti az elejétől fogva, hogy hogyan kell csinálni. Mi nem akarunk senkit tanítani ezzel. Mi csak bemutatjuk, hogy hogy csináljuk. Mert higgyék el, nagyon sok mondani való van. Nagyon-nagyon sok mondani való van. Ez mind a két csatornán fog menni. Most itt nem az a lényeg, hogy melyiket nézik többen, kinek van több feliratkozója. Itt az a lényeg, hogy minél több emberhez eljusson az információ, amit mi át szeretnénk adni.
kinek mi lesz az erőssége, ugye? Én ezt szeretném inkább mondani, mutatni, a kis pergola tendónét, magas művelést. Mert látom, sok embert érdekel, sokan felhívnak, László, én önnél láttam először, ön mutassa be úgy, ahogy tudja. Akkor eldöntöttük, hogy inkább csinálunk egy-egy ilyen kisebb videót, legyen a neve Csemegeszőlő Suli, mit szólnak hozzá, érdekli önöket? Én bemutatom ezt, Miklós, amit tud, ő bemutatja otthon az ő tapasztalatait, mint például a tegnap is feltette, milyen jó kis videó volt, mikor megnéztük a savanyú szagú szőlőket, mert mi beszeretnénk mutatni a szépet is, de a csúnyát is. Örülni is majd fogunk együtt, és búsulni is. És miután láttam a kis videót, nagyon érdekes volt, sokkal érdekesebb, mint a többi, mikor magadban vagy, magadban mondod, sokkal jobban kijön belőled azt, amit át akarsz adni. És mondom Miklósnak, figyelj, szerintem egyből így beugrott, én azt csinálnám ott avval az árnyékos helyen, picit feljebb hoznám a termést, és olyan átoltanám, olyan fajta szőlőket tennék, ami már ilyenkor le van érve, a legkorábbi szőlőt, ami létezik. Hú, azt mondja, ez jó ötlet. Tehát ez így jön össze, hogyha összefogunk, ha mindenki összefog, és szépen elmondjuk, hogy hogy csináljuk mi. Az ültetéstől kezdve, tehát a támrendszer, ezt is szépen be fogom mutatni. Nézzék, milyen jó oszlopok. A támrendszertől kezdve ültetés, meccés, oltás. Mindenki fog tudni oltani. Ha valaki nem hiszi, semmi gond, és ez nem beképzeltség. Kihívjuk a nagyokat is, a szakikat. Na lássuk, mint ki, hogy olt, lássuk. Bemutatjuk. Lehet tévedni is. Szépen be akarunk mutatni az összes folyamatot. Hogy most ki fog többet dolgozni, vagy ki fog többet csinálni, vagy ki találta ezt ki, együtt találtuk ki. Az nem lényeg. Az a lényeg, hogy menjen át mindenkihez. Mikor írnak nekem olyan idős kis hölgyek is, hogy a fele oltásom megmaradt, úgy örült neki. Hát én még jobban örültem. Hát nehogy már, mindenki kell tudjon oltani, nem csak el kell adni azt a szőlő vesszőt, vagy venyigét. Persze, sokan már mutatták, nem mi leszünk az elsők. De minden lépésről lépésre bemutatni, az nem lesz semmi. Mikor megbeszéljük a dolgokat szépen, átadjuk az információt, tehát most csak egy példa itten. Nézzék meg ezt a kis alvikát, ezt még nem mutattam eddig, később. Hát ilyen is kell. Hány fürt van rajta? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fürt van rajta 2 évesen. Ha valaki megkérdi, hogy csináljuk, hát mi elmondjuk. Nem csak itt a vesző, vegyed ezt, akkor kell tudni oltani, kell. Én nem mondtam, hogy tudunk, de megpróbáljuk. És meglátják, hogy menni fog. Én biztos vagyok benne, hogy menni fog. Tessék, mindenkinek lehet ilyen. Én is munka mellett csinálom. Kitartás. Nézzék meg. Tehát erről fog szólni. Mindenki tud írni a kis csoportba. Azt meglátjuk, hogy lesz egy új csoport, vagy nem lesz, vagy ugyanoda, vagy hova írjanak. Lehet ide írni a kommentbe is. Nézzék meg, milyen szépen már itten befutotta nekem. Szépen mindet átalakítottam pergolává. Akit érdekel, majd szépen bemutatunk mindent.
oltásokat. Szemzést, gyűrűzést. Nézzek, milyen szépen csüngnek itten a kis fürtök. Ott van a kis Julián is. Így. Jönnek a kis ötletek. Sok ötletet önök adtak nekem. Önök. Így. Érdekli önöket? Mindenki átalakíthatja. Higgyék el! El fog jönni az idő, Magyarországon is olyan meleg lesz. Már elkezdődött a sivatagosodás. Elnézést. Ezzel a művelettel sokkal kevesebb a munka. Én nem is kapáltam egyáltalán az idén. Szellőzik itten fenn. Nézzék, a nizina is már tönkre van érve, de még így mindig. És hálóba van. És bírja, mert itt fent szellőzik. Ezeket szeretnénk lépésről lépésre bemutatni. Ha érdekli önöket, írják meg kommentbe, mi elkezdjük. Elfoglaltok vagyunk, az biztos, én is, a Miklós is. Mikor lesz időnk, megpróbálunk egy-egy videót feltenni. Minden héten, vagy én, vagy ő. Áj, ez szép lesz, gyerekek! Csemege szőlő. Suli. Tanárok nélkül. Szépen mindent elmagyarázunk. Ami tapasztalatunk. Jó van. Ezzel a kis videóval megcsináltam az én részemről a kezdést, és üdvözlök mindenkit! Miklós, hajrá! Fogjunk bele, és józan paraszt ész! Viszlát!